Mondok egy érdekes helyzetet, ami nagyon gyakori. Van egy szeretted, akinek alkohol problémája van. Mindent megteszel azért, hogy kezeltesse magát. Nagy nehezen eléred nála, hogy elmenjen a szakemberhez, nagyon örülsz, boldog vagy, elkezd járni. És abba hagyja az ivást. És egyszer csak azt veszed észre, hogy ez az ember nem az, akit én ismertem. Szokták tud mondani, hogy szeretném visszakapni azt az embert, aki ő korábban volt. Igen, igen, igen. Hát erre tudod, mi a válasz? Soha nem fogod visszakapni. Egy másik embert fogsz kapni, aki először neked idegen lesz, furcsa lesz, szokatlan, és ha nem igazodsz te is, mint hozzátartozó társ, és nem változol, akkor el fogtok egymás mellett menni. Nagyon fontos, tehát talán az egyik legfontosabb része a munkánknak, hogy az egész családot, vagy a legszűkebb közeget bevonjuk a folyamatba. Nagyon sokszor azt gondolják emberek, hogy elég magával a szerhasználóval foglalkozni, és akkor meg fog ez oldódni, de mivel ugye társas lények vagyunk, mindenki kötődik valakihez, és a nagyon sokszor a függőség az egyfajta kapcsolati zavarból, kommunikációs zavarból fakad. Nem értesz meg engem, akkor majd teszek olyat, amiért észre fogsz venni, és akkor majd felhívom magamra a figyelmet azzal, hogy iszom. És akkor talán jobban megértesz. Nagyon sokszor hölgy ügyfelek dafke büntetésből isznak azért, hogy valamilyen fajta hatást érjenek el. Tehát, hogy ez mindenképpen a család bevonása a folyamatban legalább ugyanolyan fontos. Hát most, amit mondtál, az jutott eszembe egyből, hogy de hát gyakorlatilag egy csomó párkapcsolat, meg mennyi minden az életben múlik azon, hogy nem ismer, nem tudnak az emberek, nem értik meg egymást, aztán a másik csak azért is odavág, és csak azért is olyat csinál, amire majd felfigyel a másik. Szóval ez az egész életre lemodellezhető ilyen tekintetben. Így van, és úgy abban a pillanatban, ahogy a szerhasználat válik egy eszközzé, még nagyobb lesz a káosz, még nagyobb lesz a zavar, mert az egyébként is már fennálló problémák még inkább torzulnak, még több a meg nem értettség, a fájdalom, a támadás, a kommunikációs probléma. Ugye ezért nagyon fontos, hogy ezeket rakjuk tisztába. Úgy indul sokszor egy folyamat, hogy eljön maga a szerhasználó, és ahogy tudjuk, bevonjuk a családot. És akkor elkezdünk együtt dolgozni. Nagyon szépen tudunk haladni egy ideig csak magával a függővel, de mindig eljön az a pont, amikor a hozzátartozót be kell vonni. Mondok egy érdekes helyzetet, ami nagyon gyakori. Van egy szeretted, akinek alkohol problémája van. Mindent megteszel azért, hogy kezeltesse magát. Nagy nehezen eléred nála, hogy elmenjen a szakemberhez, nagyon örülsz, boldog vagy, elkezd járni. És abba hagyja az ivást. És egyszer csak azt veszed észre, hogy ez az ember nem az, akit én ismertem. Ez elkezd magabiztos lenni, megváltozik, kifejezi az érzéseit, az igényeit. Már nem tudok úgy reagálni a dolgaira, hogy korábban. És ez benned egy óriási feszültséget generál. És nagyon könnyen ezáltal te magad visszaránthatod őt a szerhasználatba. Még konkrétabban egy sztori, egy egészen megdöbbentő. Egy nagy cégvezető, több ember életeért felel, rengeteg beosztottja van, felsővezetők is elmennek, egy külföldi útra, ahol csak a felső vezetők mennek, ez az ember már jó ide jár hozzánk, és megpróbál leállni, és szép eredményeket ér el, és ez a csapat ott külföldön este elkezd bulizni. Ott van az illetőnek a felesége is, szórakoznak, buliznak, ő nem iszik, mert ugye nem ihat, és nem tud, a többiek kínálgatják, ő ellenáll, eljátsza, hogy iszik, ahogy tőlem tanulta, hogy a kezébe veszi a poharat, hogy legalább ne kínálják, de nincs túl jó kedve. Hát mitől lenne? Ő egy outsider. A felesége viszont szeretne táncolni, és így, hogy gyere, táncoljunk, hát szórakozz, buliz, de ő nem akar. És a feleség egyre idegesebb lesz, egyre feszültebb, hogy nem tudja őt bevonni. És akkor itt fölmerül ebben az emberben a gondolat, hát jó van, ha ezt akarod, akkor inkább iszok, és olyan leszek, mint régen. És már is megtörténik a visszaesés. Ez a társ mindent megtett az elején, hogy eljuttassa hozzánk az illetőt és kezeltesse magát, és egy ilyen ártalmatlannak tűnő helyzetben csak azért, mert nem jól kezeli a szituációt, ő maga fogja visszarántani a szeretét. Nem felmenteni akarom a függőt, de tudnunk kell, hogy nagyon sokszor a leállás korai fázisában a józanság az egy instabil, egy nagyon finom
képlet, és nagyon fontos azzal jól bánnunk. És hogyha itt be tudjuk vonni a társat a folyamatba, és el tudjuk kérni azt, hogy mondjuk elkezdjenek együtt járni családterápiába, megtanuljanak egymással kommunikálni, őszintén kifejezni, hogy fie drágám, én nem azért fogtam a kezembe azt a poharat, mert hogy én iszom, vagy inni akarok, hanem azért, mert a Dénes azt mondta. Ugye milyen evidens? Azt gondolnánk, hogy ő ezt biztos elmondta a társának. Nem biztos, hogy elmondja. Uh-huh. És hogy ezért nagyon fontos, hogy behozzuk a hozzátartozókat, átbeszéljük a dolgokat, és megtanítjuk őket arra, hogy tudják kezelni azt, hogy a függő a leállás folyamatában változni fog. Sokszor szokták tud mondani, hogy szeretném visszakapni azt az embert, aki ő korábban volt. Igen, igen, igen. Hát erre tudod, mi a válasz? Soha nem fogod visszakapni. Egy másik embert fogsz kapni, aki először neked idegen lesz, furcsa lesz, szokatlan, és ha nem igazodsz te is, mint hozzátartozó társ, és nem változol, akkor el fogtok egymás mellett menni. Nagyon sokszor előfordul, és nem kellene, hogy így legyen, hogy elmegy a függő leállni, mindenki már ezt várja, megtörténik, leáll, és elválnak. És szétmegy a család. Ahelyett, hogy végre az a boldogság az övék lenne, amire mindig vágytak. Hát de vágytak, ment az idő, aztán egyszer csak valami más eljött. Ugye meg lehetne fordítani azt is, amiről most beszéltünk. Azt mondtad, hogy egy tök jó fej lesz az, aki leszokik, vagy éppen kijön a függőségből. De mi van akkor, hogyha rossz fej lesz? Sokszor van ilyen is. Eleinte sokszor agresszív, türelmetlen, feszült, ugyanez a helyzet áll elő akkor is, hogy egyszerűen a hozzátartozónak meg kell tudnia tanulni hozzá igazodni. Erre tényleg csak az a válasz, hogy maguk a hozzátartozók is lépjenek be a folyamatba, ők is vegyenek uh-huh. részt. Ma volt egy nagyon örömteli dolog, beszélgettem egy ügyfelemmel, egy hölgyel. Azért mondom a hölgyeket, mert ők rendkívül érzékenyek, nagyon finomak, nagyon törékenyek, és nagyon nagy odafigyelésre, szeretetre van szükségük, és hogyha ezt nem kapják meg, akkor akár az italba is menekülhetnek, vagy altatóban, nyugtatóba. Jött hozzánk egy fiatal hölgy, eljött a bentlakásos programunkra, végigcsinálta, utána végigcsinálta az intenzív, utógondozó szakaszt is, és utána javasoltam neki, hogy érdemes lenne eljárni a pszichodrámára, uh-huh. és elkezdett járni, és 2 évig járt egy önismereti csoportba, és ma beszéltünk, és mondta, hogy olyan nagy öröm neki, hogy most a férje is elkezd a pszichodrámára járni. Tehát, hogy együtt fejlődnek, együtt mennek tovább ezen ilyen az úton. Igen, és ez a cél, hogy csak ilyenek legyenek, mert akkor, hogyha bár elején, és nála is megvoltak azok a küzdelmek, emlékszem, hogy többször beszéltünk erről, hogy nem úgy reagál a férj, vagy nem úgy reagált az elején, ahogy ő azt szerette volna. És azért, mert ő megváltozott, ő másmilyen lett. Tehát ugye azzal, hogy elindul egy gyógyulási folyamat, tényleg változunk is, és a környezetet ez megzavarja. És akkor ilyenkor maguknak, a klienseknek azt szoktam mondani, hogy bármennyire is vágysz a szeretetre, a törődésre, a megértésre, a hozzátartozóid részéről, ezt engedd el. Ne próbáld belőlük kicsikarni. Ők szenvedtek, rengeteg fájdalmat okoztál nekik, rengeteg kínt, gyötrelmet. Te most ne követelőzz, hanem bírd ki. A hozzátartozóknak meg azt mondom, hogy értsed meg, hogy ő bennem mi zajlik, tanuljatok meg együtt kommunikálni, együtt gondolkodni, és akkor előbb-utóbb meg lesz a megoldás. Tehát hozzátartozók bevonása nélkül hatékony leszokás nincs. Vágyakozni valamire és elköteleződni valami mellett az 2 teljesen különböző dolog. A nyavalygás helyett bele kell állni, és nagyon keményen dolgozni kell azon, hogy a kontrollt visszaszerezzük.